A hagyományokhoz híve minden év májusában ünnepli Makó városa az újjátelepülésének évfordulóját. Idén a 325 éves jubileum apropóján számos színes programmal és kikapcsolódási lehetőséggel készültek a szervezők és a városvezetés. Már csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a Makó városért emlékplakettet és Makó város emlékérmedíjakat. Pénteken délután ünnepélyesen is megnyitották a könnyű zenei programok sorát a főtéren felállított színpadon. Farkas Éva Erzsébet polgármester kiemelten ejtett szót a rendezvényről. Jubileumi városnapi rendezvény sorozattal készültünk. Különleges, nagyon sok-sok hagyományos elemmel az elmúlt évekhez hasonlóan, hiszen az a kézműves vásár, az a kavalkád, vásári kavalkád, ami az elmúlt éveket is jellemezte, az szintén ebben az évben is megtekinthető, és természetesen jókat lehet majd együtt sétálni, különleges gasztronómiai eseményekkel, zenei eseményekkel, kulturális eseményekkel szeretnénk kedveskedni most a hosszú hétvégén ideérkezők számára. Valóban fontos számunkra az is, hogy a makóiaknak óriási teret adjunk ezeken a fesztivál programokon. Hozzátette, a programokkal teli hosszú hétvégére ellátogatott 5 magyar ajkú testvérvárosi delegáció is. A 25 éves Marosmenti Vállalkozók Szövetsége csatlakozott a városnapi rendezvényhez, amelyről részletesen Molnár Viktor alelnök számolt be. Azt gondolom, hogy ez a városnapi rendezvény sorozat egy újabb állomása a városvezetés és a szakmai civil szervezetek stratégiai együttműködésének. Nagyon szépen köszönjük ezt az együttműködést, nagyszerű dolog, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvénynek a részesei lehetünk. Nagy Gábor, a Makói Térsége Turisztikai Egyesület elnöke kiemelten ejtett szót arról, hogy szakmai berkekben arról szoktak beszélni, hogy ahány fedett kapacitása van egy fürdőnek, annyi ágyszám elkél a városba, ami megtölthető. Az új fürdővel kiegészülve a hagymatikum befogadó képessége olyan 2-3 ezerre tehető, és a városban körülbelül 1100 ágy van, emelte ki Nagy Gábor. Erre a hétvégére körülbelül mindenki meg is tehet. Tehát válaszolva a kérdésre, az elmúlt év felfokozott programjainak és a fürdő átadásának köszönhetően, és a sok beletett energiának és munkának a város részéről is, és a turisztikai vállalkozók részéről is elkezd megjönni az eredménye, és merem állítani, hogy a mostani számok, az a szakmai békeidőket, a 19-es számokat elkezdik tükrözni. Én ezt hallom másoktól, és én is, mint szállásadó ezt tapasztalom. Tehát, mint turisztikával foglalkozó vállalkozó, azt mondom, hogy én merek bátran előrefele nézni, mert jó lesz, én úgy gondolom ezek után. A megnyitót követően pedig tovább folytatódott az események sora. Farkas Éva Erzsébet polgármester, Csermák Szilvia, zöldváros tanácsnokkal együtt adták át a Virágos Makóért környezetszépítő verseny idei díjazottjainak az elismerő okleveleket és ajándékokat. Hosszabb tudósításunkat a keddi híradóban láthatják. A pénteki nap további eseményekben és programokban volt gazdag. Többek között fellépett Luigi, a Hangover Sand Soper. Az este sztárvendége volt a tankcsapda.